Aláírták a kivitelezési szerződést, így hamarosan elkezdődik az út modernizálása a Gyergyócsomafalva turisztikai zónájában, ugyanakkor a községben további fejlesztésekre is sor kerül. Nagy hangsúlyt fektet a csomafalvi önkormányzat a térség turisztikai zónáinak fejlesztésére. Annak érdekében, hogy a panziókhoz vezető útszakaszokat megfelelő állapotba hozzák, pályázatokon elnyert támogatással kezdik el az aszfaltozást. Egy olyan zónába vezető utat, a 61-62-es községi út, amely a vízműhöz vezet, annak modernizálása van benne, illetve a Loki turisztikai zónába vezető másik 63-as útnak a modernizálása. A Lok felé vezető úton heteken belül elkezdődik a munka, és várhatóan jövő nyárra készül el az új külsőt nyert útszakasz. Ugyanakkor júniusban a sípálya felé vezető útra is elkészült a támogatási szerződés.